Üdvözlöm, kedves barátaim! Itt vagyunk a barátomnál, pont most vacsorázik, és egy jó kis témával gondoltam, készülök nektek mai nap mesélni. Emelke egy a szenvedés és a halál fölé, és mindjárt akkor mesélek egy pár érdekességet róla. Oké, akkor hát gyakorlatilag nagyon az emberiségnek van nagyon különleges pszichológiája ebbe a korban, hogy ember, mi itt szenvedjünk ebbe a világba, de ugyanakkor nem tudjunk, nem vagyunk hajlandók vagy bátorok, képesek egy igazi megoldás élni lehetőséggel, igazi megoldással, mint például elmenni ebből a világból az eredeti helyünkre. És erre kis bátorság hiányzik, mert mi nagyon ragaszkodunk ehhez a világhoz, ahol most vagyunk. És még akkor is, amikor valaki nagyon szenved betegségtől, és szét van esve már a testje, és akkor reménykedik, mondja, ugye még meggyógyulok, nem sokára felépülök, és akkor minden rendben lesz, tudjuk folytatni. De gondolom, ti is már sokszor találkoztatok, ilyenkor nem lehet, nem tudjuk, most mit mondjunk. Nagyon ugyanakkor együtt érzünk vele, de tudjunk, hogy nem fog felépülni valaki. Valamikor mi is leszünk így. És van ez a törekvés és remény, hogy mi végül fogunk épülni, és minden rendben lesz velünk, és meggyógyulunk. Jó, hát nézzünk meg, hogy mi történik, és mik a megoldások. Jó, akkor pár dolgot szeretnék még nektek mesélni. Szóval van ez a karma törvény, hogy az ember azt gondolja, hogy én még valamit nem teljesítettem ebben a világban, nem mindent teljesítettem, és én ragaszkodok az én megoldásaimhoz, és sokszor ragaszkodok az én szenvedésemhez. Még hogyha hiszek Istenben, még akkor is. És sok ember próbál valahogy követni Istent, vagy Isten vallásos életet élni, de mivel találkoznak sok rosszul ebben a világban, sok szenvedéssel, akkor elfordulnak Istentől, mert miért Isten engedi, hogy fiatalok, vagy gyerekek meghaljanak, vagy ártatlan emberek, szegények legyenek, vagy szenvedjenek, vagy betegek legyenek, és látja, hú, ez a gazember, az vele semmi nem történik. Vannak ilyen helyzetek, de főleg, amikor velünk valami történik. Erre látjátok itt a kép, van egy történet, ami Narada Munival kapcsolatosan történt. A Narada Muni, ez egy bölcs, egy szent személy, aki gyakorlatilag az a kopogás, amit halljátok, ez a Gadagrás Prabhunak a vacsorája, hogy tudjátok, ő egész nap nagyon jó szolgálatot ma csinálta, és akkor most megéhezett. Oké, akkor Narada Muni szent ember, és ő tud közlekedni az anyagi és a lelki világ között. Lényeg a lényeg, hogy amikor itt volt a világban, akkor nagyon sok szenvedő emberrel találkozott, és pont ugyanazokkal a problémákkal találkoztak, amiről mi most veletek beszélünk, és sok ember el is fordult Istentől. Erre ő vissza, vagy elment lelki világba, Vajkuntára, létezik a mi világunk kívül lelki világ, vagy Vajkuntának neveznek, ahol nincsen aggodalom, szenvedés,
nincsen ideiglenes átmeneti helyzetek, ott minden stabil és öröki. De lényeg, hogy amikor vele találkozott az Úrral, akkor elmesélte neki, hogy kedves Úram, hogy én kérlek, mondd el, hogyan tudjunk segíteni, vagy miért nem segítenél sok-sok embernek, akik ott szenvednek, és sokan vádolnak téged, hogy milyen világot teremtettél, a rosszat, és ezért ők szenvednek, nem segítesz nekik, hogy ne szenvedjenek, de, és akkor így elfordulnak sokan tőled, azok, akik hisznek is benned. Miért nem esetleg nem tudnál segíteni nekik, felszabadítani őket a szenvedéstől? Az Úr, ő nagyon szép és nagyon gyönyörű, csodálatos mosolyjal mondta, kedves Narada, az lesz a válaszom, hogy én most téged felhatalmazlak, hogy menjél nyugodtan vissza az anyagi világba, és bárki, aki szeretne, akivel találkozol, és ő szeretne felszabadulni, megszabadulni minden szenvedéstől, akkor most, mai naptól nem kell nekem, hanem te személyesen fel vagy hatalmazva, és bárkit tisztítatsz a karmát, minden szenvedéstől fogsz megszabadítani, és akkor hajrá! Nagyon lelkesítő volt, Narada Muni eljött egyik faluba, összeszedte embereket, összehívta, és mondta kedves emberek, és látta, hogy jöttek betegek, ilyen szegények, annyi sok szenvedő lélek eljött, és akkor mondta Narada, kedves emberek, most itt vagyok, és bárkit, aki szeret, akkor mondjátok, és azonnal meg fogtok szabadulni minden szenvedéstől, és akkor visszamehetünk lelki világba, ahol nincsen helye semmi szenvedésnek, vagy kunta, ahol nincsen aggódalom se. Ahogy ezt befejezte, hopsz, és kiürült a tér. Mindenki ment, hú, nekem dolgom van, nekem ezt kell csinálnom, hú, nekem ezeket meg kell oldani, nekem kell most akkor a tehenet kell fejni, nekem kell javítani a traktort, vagy valamit, szóval rögtön mindenki elment tele-tele gonddal. Aztán tovább ment, és látta, hogy gyakorlatilag meglepően, vagy abba meglepődött, az emberek ők ragaszkodnak nem csak a jólédhez, hanem a szenvedésekhez is. Gondolom nektek is volt egy párszor, amikor valaki akarta valamit segítséget, tanácsot, de próbáltok így segíteni, meg úgy, ilyen tanácsot ad, olyan tanácsot, de nem működik, mert mindig kitalál valami erre, mindenre kifogás, hogy megmaradjon neki az ő helyzete. Nagyon sokszor ezt találom. Hát igen. És gondoltam, hogy legalább egy ember, hogyha találkoznék valakivel, akit vissza tudok vinni az Úr Visnuhoz, akkor már sikerélményem lenne. És akkor ment, aztán végül találkozott egyik emberrel, aki mondta neki, hogy igen, én szeretnék megszabadulni minden szenvedéstől. És akkor mondta Narada Muni, jó, akkor megyünk. Azt mondta, egy pici dolog még van, és utána nekem már semmi nem érdekel. Tudom, hogy értelmetlen itt az egész, itt a végén mindig betegség, öregedés, halál lesz, utána újra születés, karma. Szóval én csak egyet szeretnék, most fog születni kisfiam, ezt meg akarok várni, hogy megszülessen a fiam, és akkor minden oké. Már de mondta, hát igen, persze ez miért nem. Fontos, ez fontos nagyon, gyereknek is fontos apját látni. Persze. Elment, aztán visszajött, akkor mondta neki az ember, de most már hogy lássam, hogy hogyan férhez, hogy megházasodik a fiam. Narada Muni mondta, jó, persze. Megházasodik a fiam, rögtön megyünk, kész. Oké.
akkor jött kicsit később, és akkor mondja, most unokám fog születni. Nincs más vágyam, csak egyet szeretnék, meglátom az unokámat, megyek vissza. Jó? Rendben. Hamarosan visszatért nála Demon, és akkor ember azt mondja, hát, hogy játszok egy kicsit, unokának fontos a nagyapa, szeretnék egy kicsit játszani vele. Jó. És akkor így egész életet elhúzta, utána meghalt, kutyatestbe született, mert hibákat követte, utána még másik állati testbe, és akkor így látta Narada Muni, hogy emberek nagyon sokszor ragaszkodnak a saját helyzetekhez. És majd mindjárt megbeszéljük, hogy ez miért így van, miért ez így történik, de még egy pár dolgot szeretnék nektek ehhez a kapcsolatban mondani, hogy a probléma, ahogy ebbe a világba az ember mindig ilyen vágyjal rendelkezik, ilyen érzéssel, hogy hát még mindig valamit nem teljesítettél. Szóval az ember nem tud végig tökéletesen elégedett lenni, hogy már nem kell semmi, mindig van, még valamit nem tapasztaltam, valamit nem teljesítettem, nem történtek úgy dolgok, ahogy én szerettem, és akkor még valamit nem tettem. Egy ilyen érzés van az emberben, és ez az elégedetlenség, ez is mindig egy ilyen boldogtalanságot is okoz az ember számára, és de probléma az, hogy a világunkban az emberek olyan keresnek boldogságot, de ebben a világban, ami korlátozott, 100%-ra korlátozott a világ, itt keresnek a boldogságot. De lélek nem tud elégedett lenni gyakorlatilag valamivel, ami korlátozott. A lélek gyakorlatilag keres korlátlan boldogságot. Ez a, ami egy fontos, amiért keresi a lélek. És ez Bhagavad Gita-ba is mondja, hogy a lelkek nem sose lesznek elégedetek, sose lesznek boldogok, mindig lesz az érzés, még valami kell, még valamit nem intéztem, még valamit nem kaptam, még valami nem igazi, és mindig megy, és megy, és megy, és megy, utána, és keresi ezt a boldogságot. De gyakorlatilag az a boldogság, amelyiknek vége lesz, az nem különbözik a szenvedéstől. Így mondják a bölcsek. De mi, mint lelkek, mi keresünk olyan boldogságot, amelyiknek nincsen se eleje, se vége. Ez a dolog igazából. Ezt mindenki keres, így akarja. De mi be vagyunk programozva. Miket beprogramoztak karmával, és ahhoz, hogy megértsünk, vagy megszabaduljunk, ahhoz nekünk meg kell érteni, hogy működik ez a program, amiben élünk. Ez a program, ezek a mi forgatókönyveink, hogy mi mindig ugyanazt a megoldást használjunk az élet során, bármilyen probléma történik, akkor mi keresünk valami megoldást, megcsináljunk, megértünk a probléma. A következő, ugyanaz a módszert használjunk a megoldásra, és akkor megint. De ahhoz, hogyha mi szeretnénk egy más gyümölcsöt, más megoldást, az azt jelenti, más cselekvés is kell. De most nézzük meg, hogy hogyan működik ez a program, ami minket kényszerít, mindig ugyanúgy működni ebbe a világba, életről életre. Ez mindig ezt csinál velünk. Mi túl nagy hangsúlyt adunk a jónak és a rossznak. Annak, ami nekünk tetszik, és az, ami nekünk
nem tetszik. Túl erősen érzelmileg be vagyunk vonva, hogyha valami nekünk nem tetszik, akkor ez egy érzelmi problémát fog nekünk jelenteni, hogyha valami tetszik, van mind a kettő. De képzeljétek el, hogyha legalább ezt megértjünk, hogy itt ebben a világban mi történik, jó vagy rossz, tetszik vagy nem tetszik, hogy legalább mi ezt elméleti szinten megértjünk, akkor már egy kicsit, nem sokat, de egy kicsit-kicsit felé kerekedünk a szenvedés fölött. Már csak ez, hogy itt ez annyira nem érinti engem. Legalább egy kis ilyen teoretikai helyzetben, hogyha vagyunk. Szóval az emberi élet gyakorlatilag egy másik tapasztalatra van teremtve. Mi azért keresünk megoldást ebbe a világban a jó és a rossz között, mert nincs más tapasztalatunk ezen kívül. Nekünk csak ennek a világnak belül van tapasztalataink és élményeink, ezért mi itt keresünk a megoldást. De az emberi életnek a, hát úgy mondjuk, értelme, ez megtalálni, vagy szerezni lelki tapasztalatokat. És itt a szó, arról van szó, hogy nem valamilyen hitről beszéljünk, hogy csak el kell hinni, hanem ahogy Krishna is mondja Bhagavad Gita-ban, hogy pratyaksa vagamam dharmam. A pratyaksa, hogy tapasztalat, közvetlen tapasztalatot kell nekünk szerezni a másik szférákból. És ez a dharmam, dharmam, dharma, ez a út az igazság kereső útja, amelyik kell, hogy egy eredményezzen egy élményt, egy tapasztalt. Szóval semmi kép a embernek a keresése, az nem csak egy információval kell, hogy befejeződjön, hogy én most megtanultam meg, és megértettem, vagy csak hit, mert sokszor emberek összekevernek a vallás, vagy mondjuk nem teljes megértés van a vallásról, hogy a vallások az csak valami hit, csak el kell hinni, csak higgy el neki, hidd el. Nem, az csak egy első lépés, mert először kell igen bízni, de gyakorlatilag kell meggazdagodni tapasztalattal, élményekkel a lelki gyakorlatok által. És, de ezért a rendkívül fontos, vagy legfontosabb az ember életében, ez az, hogy hogyan én ezt a tudást, ami például most a röviden pár percben beszéltem, a tudás a lelki tapasztalatról. Most beszéltem, hogy mi, amikor valaki ezt átéli, megkapja ezeket az élményeket, abban a pillanatban vége minden szenvedésnek. De hogyan mi tudjunk ezt a mi lelki szférába hozni, ezt a tudást, hogy legyen tapasztalat, legyen élmény róla. Természetesen elsősorban nagyon fontos megértenünk, hogy a mi életünk, ami most zajlik ezen a forgatókönyven, annak nincsen értelme. Annak mindig vége a halál. Még hogyha mi minden vágyat teljesíteni fogunk, elérünk mindent, és minden, amit csak gondoljunk, elérünk, akkor is az ember fog látni, hogy a végében mindig halál. Mindig nem lesz elégedett, nem lesz boldog, és ez egy fontos, amit meg kell értsünk még az elején. Na most akkor hogyan tovább? Hogyan
mik a gyakorlatok, hogy a tudás, hogy ez az információ, amiről most is beszéltünk, hogy hogyan én szerzek tényleg egy igazi tapasztalatot, ami az anyagi szférán túl van. Na, erről a következő videóban fogunk nektek mesélni, és írjátok, hogyha kíváncsiak vagytok, mik a gyakorlatok, írjátok a kommentekbe, ne felejtsetek lájkolni a videót, és feliratkozni a csatornára. És majd jelentkezek a következő résszel erről a témára. Nagyon szépen köszönöm, további szép estét mindenkinek kívánok. Hare Krishna!